Az idei szakmai tanulmányi versenyekre novembertől jelentkezhettek a diákok. Tolna vármegyében 32 szakmában 317 résztvevő jelezte indulási szándékát. A verseny január 8-án kezdődött, Tolna megyében összesen január 23-áig 276 versenyző fejezte be a dolgozatának a megírását 30 szakmában. A dolgozatoknak a megtekintése február 7-én történik itt a kamarában, azoknak a versenyszakmáknak, amelyek papír alapon történtek. Vörös Mária elmondta azt is, a szakmai dolgozatok nagy részét már online formában írják a diákok. Ezek a versenyek a Tolna vármegyei szakképzési centrum és a Paksi Energetikai Technikum és Kollégium iskoláiban zajlottak. Azok a versenyzők, akik a területi előválogatóba 60% feletti eredményt érnek el, ők az egyik szakmai vizsgamodul alól felmentést kapnak. Ez minden esetben az intézmény vezetőnek, illetve az intézménynek a döntése. Az a versenyző, aki szép eredményt ér el, 80, akár 90% feletti eredményt, ő tovább juthat az országos előválogatóba. Aki az országos előválogatóban továbbiakban is szép eredményt ér el, tovább jut a szakmák magyar bajnokságára, a Szakmasztár Fesztiválra, amely Budapesten lesz megtartva 2024 áprilisában. A megmérettetés több, mint 20 éves múltra tekint vissza. Tolna vármegye már a kezdetek óta képviselteti magát az eseményen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara keretein belül. Tolna megyének nagyon színes a palettája. Természetesen a környezeti adottságokhoz mérten szinte minden szakma tanulható, illetve oktatható itt a megyében. A Tolna vármegyei szakképzési centrumnak szinte minden iskolájában megtalálhatják a diákok a számukra kedvező szakmákat, illetve szakmacsoportokat, illetve hogyha a nem állami finanszírozású, alapítványi, illetve egyházi iskolákat tekintjük, akkor is nagyon gazdag a kínálat a pályaválasztás előtt álló diákoknak. Az elmúlt években a helyi diákok több nagy sikert is elértek. A tanácsadó szerint fontos, hogy a tanulók ne érezzék túl nagy tehernek a kihívást.